Sziasztok! A sokan kérdezték, valójában senki című fejezet egy újabb része, hogy oké, okay, téglát csináltam a MikroTik rúteremből, nem tudok rá sehogyan bejelentkezni, letiltottam az összes létező portját, elfelejtettem hozzá az adminisztrációs jelszót, de azért előtte még a reset gombot is letiltottam, csak hogy biztos legyen. Mit lehet ilyenkor csinálni? Bizonyára be belebotlottatok már, és láttátok, hogy erre van egy netinstall nevű alkalmazás, de hát a használata az, hogy is mondjam, azért némi rutint érdemel, és ö, rutint feltétel az a felhasználó oldaláról. Ugye ez egy alapvetően Windows-on futatható szoftver, amely a router újratelepítését, az esetlegesen megsérült routeros telepítésnek a helyrehozását, a router konfigurációnak a reszetelését, vagy akár egyedi konfigurációnak a bejutatását is meg tudja oldani, mindezt úgy, hogy megpróbálja megőrizni a hozzátartozó licenc kulcsot. A NetInstall alkalmazás maga a Mikrotik letöltő központján, letöltő felületén keresztül érhető el, de még mielőtt a letöltéshez és rögtön a szoftver használatához nyúlnánk, először nézzük meg a dokumentációt, hogy milyen feltételek, esetlegesen milyen megszorítások érvényesek ezzel kapcsolatosan. Az első és legfontosabb talán az, hogy vigyázat, hogyha netinstallt használtok, hogy alapvetően a rendszer képes arra, hogy a konfigurációs tárolót kiolvassa, és azt utána visszatöltse a routerre, hogyha így rendelkeztek róla, majd megmutatom, hogy melyik checkbox hivatkozik, vagy melyik checkbox végzi ezt a folyamatot viszont nem foglalkozik a fájlokkal, amik a fájl szekcióban vannak. Tehát ha esetleg ott van egy gyúrotok aratbázissal, van egy user manageretek aratbázissal, vagy ne adj a hotspot rendszernek a HTML fájlait, esetleg a proxynak a különböző hibaüzenet fájait személyre szoptatok, akkor azoktól bizony el kell búcsúzni, ezekről nem gondoskodik a Netinstall. Ezért is nem véletlen szajkózzuk folyamatosan, hogy nem elegendő a bináris mentés, nem elegendő az RSC mentés, mindig a files szekciónak a tartalmáról is gondoskodni kell, azt is mindig menteni kell a routerekről. Na de nézzük meg, hogy milyen más ö, a buktató ismeretes még a Netinstall-al kapcsolatosan. Talán az egyik legfontosabb az, hogy nem véletlen, hogy a MikroTik minden egyes verzióhoz újabb és újabb Netinstall példányokat ad ki, hiszen maga a Netinstall egyfajta Etherbootot támogató, Etherboot megoldást üzemeltető kis szoftver megoldás. Ugye ez tulajdonképpen úgy működik, hogy a BootP protokollal, DHCP szerverrel, TFTP szerverrel és ugye egy alapvetően Netboot image-el dolgozik egy monolitikus szoftver, szoftveren belül, ezzel felbútója ami Etherboot képes ö, éppen lehet, hogy döglött, vagy éppen csak egy konfigurációra szetelésre váló routerünket, és ö, utána ennek a nandját megformázva, annak a, a konfigurációs tárolatot kiolvasva helyreállítja rajta a routeros Na most ö, ahhoz, hogy a friss hardverekre fel legyen készülve ez a rendszer, ahhoz, hogy ez ö, a legfrissebb és persze azonos verziói routeros megfelelően fel tudja telepíteni, azért kell némi együttállás a verziószámokban, tehát ha mondjuk egy 7.15.1-es routeros mint ahogy a jelen pillanatban aktuális éppen ez a verzió, szeretnénk majd arról a routerünkre telepíteni, akkor nyilván a 7.15.1-es netinstallt fogom hozzá használni. Nem állítom azt, hogy esetleg nem működhet régebbi verzióval, vagy hogy egy újabban ne lehetne régebbi routeros példányt föltelepíteni, de ha esetleg nem sikerül, akkor gondoljatok erre, hogy a verzióegyezés egy fontos kitétel lehet. Nézzük, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a net el tudjunk kezdeni dolgozni. Hát először is kell egy router, amivel jól elbántunk, mint például ez a példány itt, amelyen le van tiltva a reset gomb, tehát nem tudjuk a reset gomb megnyomásával eltávolítani a konfigurációt, nem maradt más út, mint installozni fogjuk. Ugye ehhez a routerek egyes portját lehet jellemzően használni. Ha esetleg ettől eltérő portot kell, hoppá, pont fejtetőn, tehát egyes portját, ha esetleg ettől eltérő portot kell használni, arról a router saját dokumentációja, esetleg a rászitázott feliratok erről megemlékeznek. Illetve hát kell a NetInstall alkalmazás, és ugye kell némi környezeti előkészületet is tennünk, tehát ott majd IP címet kell konfigurálnunk a számítógépünkre, aktiválni kell a NetInstall booting szekcióját, és így tovább. De gyertek, mutatom, hogy hogy. Van itt letöltve egy 7.15.1-es Netinstall-om, amúgy ha a Mikrotik weboldalára elnavigálunk, akkor látjátok, hogy igen, a jelenlegi aktuális stabil verzió a 7.15.1, és ugye itt lent a General szekcióban találjátok meg a Netinstall-nak azt a három változatát, amely a legjellemzőbb jelenleg, tehát Windowsra 32 bites es 64 bitesen, illetve létezik belőle a Linux CLI is, amivel, ígérem, még fogunk foglalkozni. Az én esetemben, mivel én most ö, egy nem szokványos dolgot fogok tenni, ugyanis látjátok, macOS-en Vine használatával fogom futtatni a, a Windows-os példányt, így ilyen az egyszerű 32-bit-es példányt fogom letölteni, és azzal fogok dolgozni. Sokkal több, több és jobb esélyem van ezzel ö, sikert elérni, mint a 64 bites es példányjal. A letöltött NetInstall stalexit egyszerűen elindítom, és azt várom, hogy pár másodperc múlva a Wine szépen betölti itt nekem a, a szoftvert, ez eddig tökéletes. A NetInstall használatának egyik alapfeltétele, hogy legyen egy Ethernet interfészünk, mely a routerünk NetBoot, tehát a mi esetünkben az egyes portjához fog csatlakozni, ez itt már biztosított is. Ellenőrizzük a konfigurációt. Az én esetemben a, ez a furcsa nevű interfész a használható Ethernet port, és megnézzük a TCP IP beállításait, ugye ezen most a 192.168.88.100-as IP cím szerepel, egyszerű per 24-es maszkal, sem alapértelmezett átjáró, sem más paraméterét nincs konfigurálva, ez bőven elegendő ahhoz, hogy a routerrel fel tudja venni a kapcsolatot. Tehát ez így rendben is van. És még egy apróságot kell tennem, magában a NetInstall alkalmazásban a NetBooting gomb megnyomásával engedélyeznem kell ezt a hálózati bútalási képességet, ez már itt gyakorlatilag elő is volt konfigurálva, és meg kell adnom egy olyan IP címet, amelyet a NetBoot szoftver majd a routernek fog kiosztani. Tehát nyilván ide nem a számítógép ip ét írjuk, nem egy másik a, host, a hálózatban már működő hostnak az IP címét, hanem azt, amit majd ennek a routernek szeretnénk biztosítani. Hogyha az én esetemben ez egyszerűen legyen a 88.1-es, el is fogadhatjuk így. Na most ahhoz, hogy a routerem a netinstallban megjelenjen és a netinstall számára kezelhető legyen, ahhoz netinstall állapotba kell juttatnom a bootloaderét. Netinstall állapotba kétféleképpen tud jutni a bootloader. Az egyik módszer az, hogy olyan szinten összeomlott rajta a router hogy már nincs más megoldás, ilyenkor a úgynevezett utolsó esélyként a bootloader megpróbál a hálózatról bootolni. Remélhetőleg ilyet azért ritkán tapasztal az ember, de tudjatok róla, hogy ilyen is van. A másik pedig az, hogy fogok egy valamilyen alkalmas eszközt, és a reset gombot az eszközön addig nyomom, amíg fel nem bukkan a netinstall alkalmazásban maga a berendezés. Tehát először is a szekvencia a következő, fogom, benyomom a reset gombot. Próbálom ezt úgy, hogy lehetőség szerint a reset gombot azért ne törjem le a panelről. Oké, a reset gomb benyomva, és most bedugom a tápot. Fel is jött a rúter a netinstallban, elengedhetem a reset gombot, látszik, hogy itt van a HAPA X négyzetünk a megcímével, státusz a ready, elkezdhetjük a telepítést. Most abban a pillanatban, amint a rúterre rákattintok, ha már voltak a netinstall alkalmazásom mellett routeros MPK-fájlok, -ok, ugye ezeket az MPK-fájlokat valójában a letöltés oldalról kell letöltenünk és beszereznünk. Látjátok, hogy egyszerű main package-eket célszerű letölteni. De mi esetünkben egy ARM64-esről van szó. Amúgy hadd mutatok egy másik tippet. Ha nem feltétlenül az aktuális stabil verziót szeretnétek letölteni, hanem esetleg egy korábbi verzióra vagytok kíváncsiak, akkor egyszerűen kattintsatok jobb klikkel a kiszemelt main package-nek a a linkére, másoljátok ki magát a linket, egyszerűen beillesztem egy új böngésző ablakba, és mondjuk én a 7.14.1-et szeretném feltelepíteni valamilyen speciális oknál fogva, mert mondjuk ez szerepel az előírásomban, akkor ezzel a idézőjelben URL hekkel hozzá lehet férni egy korábbi példányhoz. A 7.14.1 letöltése után már látszik is a felhasználható verziók között, hogy a 7.14.1 is elérhető. Nos, kezdjük meg a helyreállítást, vagyis a telepítést, és nézzük, hogy milyen lehetőségeket kínál még a Netinstall. Kiválasztom a routert, és akár rögtön megnyomhatnám az Install gombot, miután kiválasztottam a nekem tetsző verziót, én azért mégis a 7151 el fogok menni. Nézzük, milyen lehetőségeink vannak a jobb felső szekcióban. A Keyport Configuration Checkbox-nak a bekapcsolásával utasíthatom a routeremet arra, illetve az a instalt arra, hogy lehetőség szerint próbálja meg a routerből kinyerni a konfigurációs tárolót, és a sikeres újratelepítést követően azt visszarakni. De ugye figyeljetek, ez csak a konfiguráció, tehát a files szekció tartalma, az nem is kerül onnan vissza, illetve nem is fog, vissza, nem is fog a routerbe újra visszakerülni, felkerülni, hiszen ezekről sajnos a NetInstall nem gondoskodik. De mi pont ezt szeretnénk, hogy ne legyen ö, eredeti konfiguráció, hiszen szeretnénk üres állapotot kapni, jelenleg nem férünk hozzá ehhez a routerhez, amit mellettem van. Aztán van még itt egy pár izgalmas dolog, amivel alapértelmezett konfigurációt, alapértelmezett kezdeti paramétereket is megadhatunk a routerünknek. Ezt többféleképpen tehetjük. Először is akár egy külső scriptet is meghívhatunk. Ugye ismerős lehet esetleg, vagy ismerős a FlashFig nevezetű alkalmazásnak a, a neve, amivel ígérem, hogy külön fogunk még foglalkozni amely kifejezetten csak konfiguráló skripteknek a bejuttatására, tehát ilyen felhasználó által összeállított gyári konfigurációnak a bejuttatására, custom konfigurációnak a bejuttatására alkalmas. De képes erre a netinstall is valójában. Tehát ugye be kellene jelölnünk itt ezt a checkboxot, és megadni annak az RSC fájlnak az elérési útját, amelyet majd bejuttat és beéget a routerbe úgy, hogy onnantól kezdve az lesz az alapértelmezett konfiguráció. Ha pedig egy ilyen korábban beégetett Custom alapkonfigurációt szeretnék törölni, akkor az Apply Default Config Checkboxot kell bekapcsolnom, akkor gyakorlatilag a gyári állapotra fog a rútrán visszaállni, és hát tulajdonképpen úgy fog viselkedni, mintha most vennénk le a polcról, és most uh, jutott volna el hozzánk a gyártótól. Az én esetemben uh, most pont ezt fogom tenni, én a, a gyári alapértelmezett konfigurációt szeretném visszakapni az eredeti konfiguráció sem érdekel, tehát a Keyport uh, Configuration checkboxot nem fogom megjelölni, és egyszerűen megnyomom az Install gombot. Ilyenkor az első lépés, hogy az eszközönben lévő nandot meg fogja formázni a rendszer, tehát ha esetleg az sérült volt, a fájlrendszer tönkre ment rajta, vagy esetleg a bad blokkok elvittek rajta néhány értékes byte akkor ez biztosan rendbe fog jönni ezután. A NetInstall sikeresen befejezte az operációs rendszer telepítését, nézzük az eredményt. Most mivel mi a gyári konfiguráció visszaállítását is kértük egyúttal, ilyenkor bizonyos eszközöknél ugye az egyes porton van viselkedés valósul meg, amely hát mindenféle tűzfal szabályokkal, illetve a Neighbor Discovery, illetve a Megtelnet, Megwinbox protokoloknak a kizárását alkalmazza. Ezért átdugom a kettes portba a biztonság kedvéért, és a kettes porton jobb esélyünk van, hogy el fogjuk tudni érni ezt az alapkonfigurációval üzemelő rútert. Rögtön egy winbox való Átkattintással meg is tudunk erről győződni, hogy igen, már 192.168.88.1-es IP címmel, mikrotik router identitivel elérhető lesz ez a router. Ö, ja, most ezen a routeron, ami a asztalomon van, már van gyári alapértelmezeti jelszó, tehát mivel a gyári konfiguráció került visszaállításra, ezért a jelszót is meg kell nézzem hozzá, amit most gyorsan elolvasok a címkéről, bepötyögök a megfelelő helyre, persze ezt megtettem előre, és már felkészültem és tudunk csatlakozni. Igen, itt a gyári alapértelmezett konfigurációnk, a szokásos gateway viselkedés, amit elfogadunk, és ezt követően használhatjuk a rúterünket a helyreállított routeros Ez volt a NetInstall, hamarosan jövök és megmutatom, hogy hogy megy ez Linuxon. Sziasztok!